Itt egy új helyzet van, ugye erről is kértek föl előadásra. Az új helyzet lényege az az, hogy eddig a polgármester és a kormányzat, akik közösen felelősek Budapest fejlesztéséért, egy csapatban fociztak, most pedig egymás politikai riválisai intéznek budapesti ügyeket. Együttműködésre vagyunk ítélve, a következő hetek, hónapok, évek kérdése, hogy milyen föl tudunk-e nőni a feladathoz, és milyen mértékben tudunk együttműködni a város javára. Nem én vagyok hivatott az értékelésre, részben elfogult lennék a saját munkám iránt. Én osztom annak Noah Steinberg véleményét, aki itt a konferencián azzal kezdte, hogy soha nem volt ilyen sikeres korszak a Budapesten, a modern időszakban az ingatlan fejlesztőknek, a városnak, a város építésének, szépülésének. Reméljük, hogy ez így tud maradni. Én sok mindent szerettem ebben az évben. Hadd beszéljek talán egy dologról, ami méltatlanul kapott kisebb vízhangot, bár portfólió pont bemutatta, az új Design Egyetem. Ugye szeptemberben adtuk át a Moholy Nagy Művészeti Egyetem új kampuszát, ami szerintem, mint építészeti kompozíció is Budapest egyik legjobban sikerült közösségi fejlesztése. Egy nyitott közparkot is a fejlesztés részévé tudtunk tenni, és nagy sikere lehet a magyar kreatív ipar nemzetközi sikereiben. Jó, hogy fölépült az új Design Egyetem. 15 éve van Property Investment Portfolio konferencia. Én 15 éve járok ezekre a konferenciákra. Mindig tanulok valami hasznosat. Én nagyon hiszek a szakmai párbeszédben. Milyen buta az a tanítvány, akinek saját maga az egyetlen tanítómestere. Tehát érdemes a saját kis világunkból kilépni, másokat meghallgatni, másokat megkérdezni, vitákba bocsátkozni. Ez mindig előre visz.